Szoktunk néha vizitálni egy-egy gyerekkel a hónunk alatt egyébként. Nekem igazából az a feladatom, hogy nagyjából esélyeket mondjak. Én nem halhatok meg minden beteggel, mert különben nem tudok erőt adni a többinek. Egy gyermeknek a normális közege azért az nem a kórház, annak ellenére nem, hogy mondjuk egy beteg gyermekről van szó, akár egy krónikus beteg gyermekről. Tehát mi igyekszünk úgy leszűkíteni ezt a kórházi tartózkodási időt, tényleg csak addig itt lenni, amíg a legszükségesebb. Én 20 éve dolgozom, és én már inkább nem ebbe a paternalista szemléletben nőttem bele, hanem inkább a közös döntéses szemléletbe. Nekem igazából az a feladatom, hogy nagyjából esélyeket mondjak, de ezt mégsem tehetem olyan nagyon hidegen, hogy én csak mondok néhány százalékot, és akkor utána ott hagyom, és akkor döntse el saját maga. Sőt, sok szülőtől meg szokott ijedni, hogy hát ő éppen egy paternalista szemléletet válna el ebben a helyzetben. Főleg egy akut helyzetben egy szülő olyan lelki állapotban van, hogy teljesen be tud szűkölni az, hogy mit fogad ő be így a kommunikációból, és ehhez kell nekünk nagyon türelmesnek lennünk, hogyha ő hatodszor is azzal jön, hogy neki ezt senki sem mondta el, én pontosan tudom, hogy én elmondtam háromszor, a kollégám is még kétszer, akkor is hatodszor is vegyem a fáradtságot, és akkor végig vegyem vele újra, és megválaszoljam a kérdését. Szoktunk néha vizitálni egy-egy gyerekkel a hónunk alatt egyébként. Meg az is kézben van, figyeljük, hogy esetleg van-e rosszul léte, hogy szoktunk így sétálgatni velük. Az volt a cél itt, hogy ne ágyba fekvő gyerekek legyenek az osztályon, bevékenység közben lehet legjobban beállítani a gyógyszert, a viselkedésüket, úgy lehet a legjobban követni. Egy korábbi teraszt építettünk be, és abból jött létre egy játszószoba. Vannak önkénteseink, akiknek az a feladatuk, hogy játszanak a gyerekekkel, kitaláljanak nekik programokat. Vannak pedagógusaink, akik a nagyobb gyerekekkel tanulnak. Itt vannak a segítőink, akik önkéntesek külföldről, és besegítenek ide egy kicsit a gyerekeknek a felügyeletében, meg játszanak velük. És ugye hát itt a ruhamokat is nagyon jól meg lehet figyelni egyébként itt tevékenység közben, mondjuk ha tikkel valaki, hogy mennyire, hogy a társakhoz való a viszonya milyen, a gyógyszertől agresszíve lesz-e, vagy például aluszékonnyá válik. Olyan is van, hogy egy gyerek nem akar hazamenni. Jó, tudjuk, hogy ez akár kóros is lehet, hogy egy kórházból nem akar hazamenni, de most arra gondolok, hogy mondjuk éppen nagyon élvezi ezt a közös játékot, ami zajlik, és ez azt jelenti, hogy akkor az alatt el tudta azt felejteni, hogy ő egy kórházban van. És ha mi csak naponta néhány órára ezt el tudjuk velük felejtetni, az szerintem már nagy siker. Az EEG az agyi elektromos vizsgálatot nézi, főleg epilepsziában van jelentősége, ahol a rohamindulását lehet kimutatni. Itt van egy monitoros szoba. Az országban nem is nagyon van ilyen hely, ahol ilyen folyamatos monitorozás folyna, ahol közben videóra vesszük a gyerekeknek a viselkedését, és plusz az elektromos tevékenységet is lehet követni. Végigjártuk összes intézményt, merőjük születésétől kezdve sérő gyerek. Nyilván nem mondom azt, hogy azok nem jók, de nem ilyenek. Itt szinte otthoni környezetben van a gyerek. Tehát bármi, amit tesz, ha bárhova megy, ha megmozdul, mint ha otthon lenne. Tehát külön helyiségek vannak biztosítva. A személyzet az annyira közvetlen és annyira kedves, hogy a gyerek az úgy érzi, hogy érte vannak. Tehát semmiképpen sem hivatalos. Nagyon ki tudnak merülni a családok ebben. És ezért már hosszú évek óta van egy olyan kezdeményezésünk, ami egyébként nagyon sok más gyermekkórházban is nagyon klasszul működik, hogy egy-egy bizonyos kórkép miatt gondozott gyerekeknek csinálunk közösen tábort. Azokat a gyerekeket hívjuk be egy hétre ide a kórházba, akik nagyon súlyos epilepsziások, naponta vannak rohamaik, tehát semmi esélyük nincs arra, hogy bármilyen más táborba eljussanak. Nincs olyan hely, ahol epilepsziás gyerekeket nagyon szívesen elvinnének nyaraltatni, pont azért, hogy ez a váratlan esemény miatt, és örökös felügyelet kell nekik. Itt viszont nővérfelügyelettel, orvosfelügyelettel olyan helyekre megyünk, ahova egyébként egy egészséges gyerekek is eljutnának. Tehát visszük fürdeni, cirkuszba, kirándulni. Visszük őket a ligetbe, közlekedési múzeumba, állatkertbe, uszodába is. Ha mi meg tudunk egy hetes ilyen tábort szervezni, akkor abban az évben egy hétre a szülőket el tudtuk küldeni szabadságra. Hogy nem minden percük arról szóljon, hogy na mikor lesz rosszul a gyerekem, és mikor kell ugranom hozzá. Ez egyszerűen benne van a mi paklinkban az, hogy néhány évtized, de akár néhány év után nagyon-nagyon könnyen ki lehet égni, és ezt nem is olyan nehezen meg is lehetne előzni. Én nem halhatok meg minden beteggel, mert különben nem tudok erőt adni a többinek, hanem inkább mindig megpróbálom a pozitív
történeteket elmesélni a szülőnek is, meg én magamnak is, hogy hát igenis azért lehet segíteni rajta, és minden gyereknek van egy olyan pont, ami önmagához képest javítható, hanem ötször van rohama, csak egyszer, ha már el tud menni az erdőbe kirándulni akkor. Tehát, hogy mindig valami újabb és újabb pozitív dolgokat megtalálni az ő életében, és akkor ezt a szülőnek is mondani. És ezt sugározni, hogy attól ő, hogy így áll a füle, vagy úgy áll a szem, attól ő is ugyanolyan gyerek. Thank you.